Budapesten a fedél nélkül élő emberek száma messze meghaladja a hajléktalan ellátórendszerben rendelkezésre álló férőhelyeket, melyet Pintér Sándor belügyminiszter is megerősített. A szabálysértési törvény 2013. szeptemberi módosítása nyomán Budapest főváros közgyűlése a téli krízis időszak kezdetén megszavazta azt a rendeletet, amely kijelöli azokat a közterületeket, ahol tilos életvitelszerűen tartózkodni. A rendelet elfogadásával a főváros és a kerületek Budapest szinte egész területén büntethetővé tették a közterületi hajléktalanságot. Kontrát Károly, a belügyminisztérium államtitkára szerint ez joggal való visszaélésnek és tiltott magatartásnak minősül.